Miért gondolod azt, hogy annak a nemzedéknek, amelyikről szól a regényed, a szitakötő lehetne a szimbóluma? Hát ugye nagyon sok okból gondolom, és a regényben a többség szerepel. De mondjuk, ha rövid akarok lenni, akkor ha kiejted azt a szót, hogy szitakötő, mindenki egy ilyen gyönyörű, légies rovart képzel el, száll a napfényben, és a hártyaszerű szárnya olyan, mint a tündéreké. Állítólag a képzőművészek a tündérszárnyat onnan vették a szitakötőjéről. És akkor úgy nézzük olyan szépen. És a nemzedékem is ilyen. Kicsit bamba is, ahogy a szitakötő is, de van szép. Viszont ha elolvassuk a Brémben a szitakötő fejezetet, akkor kiderül, hogy a szitakötő az a rovarvilágban a sólyom. Tehát egy olyan vérengző ragadozó, aki azokat a rovarokat, amelyekkel táplálkozik, így a levegőbe elkapja, főleg a legyet. Kettőt harap belőle, és aztán hagyja, hogy a halott testrészek úgy hújjanak lefele, és már is támad a következőre. Az állatvilágban ilyen szinte nincs is. Tehát egy oroszlán, hogyha étkezni óhajt, akkor mondjuk gnúvadak közül egyet kiszúr, vagy gazellát, vagy mit tudom, azt elkapja, megeszi, és a családját is megkínálja belőle. És a többi gnúvad békésen járkálhatott. Következő étkezésig nem lesz bántódásuk. És valahogy az én nemzedékem ilyen. Tehát egyszerre egy vérengző ragadozó, aki minden változást túlélt, rendszerek, családok, helyzetek és a világ változásait, másfelől néha olyan szépen száll. Van még egy fontos dolog, hogy a szitakötőknek nagyon sok faja volt, de most már például Magyarországon csak 30 van. Tehát mondhatjuk, hogy az evolúcióban egy elég sikertelen rovar. És az én nemzedékemet is én úgy teljességben és általánosságban sikertelennek látom. Nem jutottunk nagyon sokra. Természetesen vannak személyek, akik igen, de amikor egy nemzedékről beszélsz, akkor átlagolsz mégis. Tehát a nemzedékem tagjai 56-ot gyerekfővel élték át, 68 nagy traumájá pedig van érettségiző táj körül, és mire kitört a kapitalizmus, amiről annyit beszéltünk, és annyira szerettük volna, és annyiszor elhangzott, hogy ha én Párizsba születtem volna, ha én Londonba, akkor nem tudom mi van. Kitört egyszer csak az, ami miatt Londonba, Párizsba, San Franciscóba akartunk menni, de nem mi lettünk a haszonélvezői. A rendszerváltás haszonélvezői az akkor 20 és 30 közöttiek lettek, ők alapítottak KFT-t, privatizáltak, mondhatom, hogy loptak, de mindegy az. Tehát a gazdaságban a lopás és az ügyeskedés az ugyanaz. Érted? Nekünk ez mind nem jutott, és sajnálatos módon úgy látom, hogy a nemzedék viszonylag hamar fog elmúlni erről a földről, ahogy a szitakötők. A magyar nyelvterület más tájain, hogyha olvassák a regényedet, valószínűleg nem jelent különösebb érdeklődés, nem vált ki az, hogy ennek a regénynek sok helyszíne Békés-megyében, Békés-megyei városokban van, illetve a szereplői Békés-megyei városokban születtek, gyerek-ifjúkorukat itt töltötték. Itt viszont Békés-Csabán ez biztos, hogy sokakat érdekel, hogy miért éppen Békés-megyei helyszíneket választottál, szereplőket. Arra azért erős mérget ne vegyél, hogy egy Heves-megyeit ez nem érdekli, hiszen a Heves-megyei ezt nem ismeri. Ez egy bonyolult kérdés, miért varázsol el minket az a picike kolumbiai falu, amely a 100 év magány helyszíne, amikor olyan távol van. Tehát én ezt nem tudom, de úgy érzem, hogy nem, ez nem egészen biztos, hogy azokat nem érdekli. Én két okból választottam Békés-megyét. Egyrészt viszonylag jobban ismerem, mint a többi. Tehát én sültpesti vagyok, és te, aki valamelyest ismered a munkásságomat, tudod, hogy minden hősöm fővárosi. Amit ugye megmagyaráz az a szerény kis tény. Én nem budapesti vagyok, hanem pesti, és ez nagy különbség. Hát nyilván az ember arról ír, ahol otthon van, vagy amit ismer. De most úgy éreztem, hogy ehhez a könyvhöz az nem lenne jó, tehát nagyon leszűkítené. És gondoltam, hogy egy megyét kéne választani. Na most ezt a megyét jól ismerem több okból, hát itt nálad is jártam többször. Van néhány ismerősöm, aki innen származik, jártam itt eleget. És azért ezt választottam, de befolyásolt a neve is. Tehát mi magyarok, hogyha egy jelzőt akarunk magunkra aggatni, az biztos nem a Békés lesz. Tehát ez egy indulatos, hisztérikus, sokszor nagyon irigy nép, ugye?
és összeférhetetlen. És azért úgy éreztem, hogy az, hogy Békés megye, azon szépen hangzik. Most nem tudom, hogy Békés megye békésebb-e, mint Heves megye, de abban biztos vagyok, hogy Békés megye egy kicsit, ezt nehéz lesz neked most mondanom, de kicsit lenézett megye. Tehát úgy lent van. Itt az átlagkereset alacsonyabb, szóval itt sok hátrány éri azt, aki itt van, mondjuk ahhoz képest, aki az országnak azon a szélén van, ahol közel van Ausztria. Azok mindig nagyon előnyös helyzetben voltak, már a szocializmusban is, most meg aztán pláne. És akkor úgy éreztem, hogy ez jó lesz, egyébként az egyik hős szegedi. Sok nehézségem volt ezzel, mert én eleinte azt akartam, hogy legyen egy-kettő falusi. És úgy is kezdtem írni, hogy falukat szúrtam itt ki, vagy nagyon pici városokat, és aztán rájöttem, hogy azt én nem tudom megírni. Tehát megváltoztattam az eredeti részt, és kihúztam ezt, és gondoltam, majd ezt megírja egy falusi kollega. Ez úgy terv volt, és én nagyon sokszor érzékelem azt, hogy az irodalomban nem lehet mindent. Tudod, azt hinném, tehát én olyan felfúvalkodott vagyok, hogy úgy érzem, hogy én mindent meg tudok írni. Én már írtam öreg néniről, kutyáról, fiatal lányról, ami nagyon távol áll tőlem. Van olyan regényem, amiben amerikaiakról írtam, hát voltam Amerikában hosszan, de azért mégis ott ugyanez a probléma. De ez meghaladta az erőmet bizonyos mértékig, és úgy éreztem, hogy nagyon nehéz volt a nagyváradi lányt is ábrázolni, noha az én családomnak az a furcsasága, hogy mind az apai, mind az anyai ág nagyon fönti szinten Nagyváradról van. De esetre köszönjük, hogy a mi helyszíneinket és a mi térségünket választottad a regényeket. Én köszönöm, hogy tehettem.